Sziasztok, Matilda vagyok, ez pedig a kispacis bögrém, mert kell a kávé. És a mai videóban barangolás Amerikábanról lesz szó. Ugye én elindítottam ezt a barangolás Európában kihívásomat, videósorozatomat, mind a kettőt igazából kb. Párhuzamosan 2 évvel ezelőtt. A barangolás Európábannak az volt ugye a célja eleve, ez az egész koncepció az volt, hogy minél több országból olvassak könyveket, tehát, hogy ne az olvasásaim között ne csak brit meg amerikai szerző szerepeljen, hanem minél több más nemzetiségtől is olvasok legalább egy könyvet. Még nagyon sok hátra van a barangolás Európábanból egyébként, és azt nem fogom leállítani, tehát az is ugyanúgy folytatódik ezek után. Egyébként most indítom hozzá újra majd a kihívást, mert február 1-én lejár, és remélem, hogy elfogadják, és akkor majd beteszem a leírásba a linkjét annak, mert az első kör ugye most fog lejárni, és akkor magamat is ösztönzöm azzal, hogy indítok második kört, meg titeket is ösztönözlek ezzel. És először nem akartam elindítani a barangolás Amerikában, ahhoz is van egyébként már kihívás Mojon, az előbb elindult, mint ahogy felveszem ezt a videót, és azért alakult ez így, mert még valamikor tavaly nyáron Zsófi elhintette egy Discordos beszélgetés kapcsán, hogy az egyik könyv, ami nekem elég régóta azért várólistás 2017 óta, az venezuelai szerző, amit én nem tudtam, mert én csak feltettem a könyvet várólistára, és nem néztem így utána akkor még így a szerzőségeknek. Szóval egyrészt venezuelai szerző, másrészt fönn van a teljes hangos könyv az összes könyvből Spotify-on. Aztán ugye volt ez a köröm, hogy végül is elkezdtem hallgatni hangos könyveket, és ennek az lett a vége, hogy a Spotify-on most jelenleg már 4 részét kihallgattam ennek a sorozatnak. Ez pedig nem más, mint a Wings of Fire sorozat. Mivel el kellett kezdenem ezt a sorozatot, mert már nagyon érdekelt, ezért muszáj volt elindítanom hozzá a barangolás Amerikában, így párhuzamosan az Európával, mert egyébként úgy akartam, hogy először menjen le az Európa, és nem tudom, nekem 30-valahány könyvet polcoztam, hogy 30 nem tudom hány országból találtam olyan könyvet, ami esetleg érdekel, és akkor ezek között nincs mindegyik ország felsorolva. És ebből 10-ét olvastam, szerintem nagyon nem 10-ét, de ahhoz képest nagyon keveset olvastam még. De most elindítottam az Amerikát is, mert muszáj volt elkezdenem a Wings of Fire-t. És akkor most fangirl time! Na szóval, a Wings of Fire sorozat az egy sárkányos könyvsorozat, vagyis a főszereplők is sárkányok benne, tehát ez egy sárkányvilág, sárkányokkal, csak sárkányokkal, egy-két ember elszórtan, de ők hát olyan pozícióban vannak ebben a világban, mint amúgy egy más ember főszereplős történetben az állatok. Körülbelül. És igen, ennek a Wings of Fire sorozatnak a szerzőnője Tuiti Sutherland, aki venezuelai szerző, úgyhogy ezzel én már egy szerzőt pipáltam az 5-ből, ami kell a kihíváshoz is. Készüljetek fel, hogy az elkövetkezendő időben legalábbis, amíg a 15 könyvet végig nem olvasom, egyelőre 15 könyv van, mármint 15 lesz, ide jön a 13. rész talán, vagy a 14., és aztán még a 15., de már a 13-ig vagy ilyen fönn van hangos könyvben. Plusz még ilyen mellékszálas sztorik is, úgyhogy rossz helyen kezdem ezt a mesélést. Szóval, decemberben, a decemberi összegzésben láthattátok, hogy kiolvastam a Wings of Fire első részét, a The Dragonet Prophecy-t, mert kihallgattam. És már akkor is elmondom, hogy új imádat kezdődött, de valahol a 3. rész után jöttem rá, hogy ez most abszolút berántott, ez a sorozat. Imádom, szeretem, és nagyon régen volt utoljára az, tehát a Percy Jackson meg az Így neveld a sárkányodat is abszolút kedvencem, meg amikor elsőre olvastam a Harry Pottert, az is olyan volt, hogy hú, tudjátok, ez az élmény, amikor rájössz, hogy valamire ráfügtél nagyon durván, és nem tudsz nélküle élni, és kell a folytatás. Na most ugyanezt érzem a Wings of Fire-rel kapcsolatban jelenleg, tehát kihallgattam az első részt, és aztán elkezdtem a másodikat, és azóta nem tudok szinte leállni vele, tehát már csak januárban 3 részt végighallgattam, és csak azért nem kezdtem el hallgatni egyből az 5. részt, mert Zsófinak a Fantasy február kihívásához kell, és azt nem szabadott akkor így előbb elkezdeni. Fú, imádom! Már meg is rendeltem az első 5 részt boxsetben, hiába lesz kiolvasva a hangos könyvként, el fogom olvasni újra. Gyönyörűek a borítók is egyébként, tehát imádom a grafikájukat.
Alapból az ínemed a serkenyőt után nekem szerintem nem volt meglepő, hogy egy ilyen middle grade-szerű sárkányos könyv tetszeni fog, mert ez így adta magát. Annyira jó, és nagyon sajnálom, hogy nincs magyarul, mert szerintem nagyon sok embernek tetszene egyébként, ha le lenne fordítva. Na mindegy, úgyhogy most az ínemed a serkenyőt propagandámat kicsit félreteszem, vagy hát folytatom, de most megnyitom a Wings of Fire propagandát. És ez mind Zsófi hibája, mert ha nem tudom, hogy fönn van Spotify-on a könyv, és nem tudom meg, hogy venezuelai szerző, akkor még nem kezdtem volna el egy ideig. Miután sikeresen leittam magam kávéval, szóval Wings of Fire, ott tartottam, nem tudom, ott tartottam, leittem magam kávéval, és fel kellett takarítani. Barangolás Amerikában. Ugye Venezuela dél-amerikai ország, és alapjáraton ez most úgy lesz kitervelve, hogy az amerikai kontinens országait járom végig, kivéve nyilvánvalóan az USA-t, mert abból alapjáraton sokat olvasok, tehát hogy abból azért így is úgy is lesz. Viszont a dél-amerikai országok, a közép-amerikai országok, azok ugye nehezebben lehet ott onnan találni könyvet, illetőleg Kanadát is még így beleveszem, mert a barangolás Európában is az ilyen skót könyveket is például a kihívásban elfogadtam, illetőleg az Írországot sem zártam ki belőle, tehát azt is külön országnak vettem, hiába ugye angol száz. És akkor Venezuela, Tuiuti Sutherland, Wings of Fire. Mi a történet? Csak hogy ti is értsétek, hogy mi az rettenetes imádatom ez ilyen a sorozat iránt. A lényeg az, hogy van egy a serkenyőknek az országa, Pairia, azt hiszem, elég furán van leírva, én meg hangos, hogy meg így hallottam, úgyhogy így tudom elmondani. És különböző sárkány falkák, törzsek, hordák, tribe, csoportok. Mi erre a megfelelő magyar szó? Mindegy, van a különböző sárkány típusok, és ők így egy ilyen kis csoportosan élnek. Mert eszembe nem jutna most a megfelelő szó. Sárkányokra mit mondunk? De tényleg tribe angolul. És például vannak a tengerszárnyak, most próbálom hirtelen fordítani a dolgokat, vannak a homokszárnyak, az égszárnyak, a éjszárnyak, a esőszárnyak, ilyenek. Szóval van 6-7 csoport, nemzet, és a homokszárnyaknál van egy kis probléma, mert a három testvér harcol, hogy kié legyen a trón, mert úgy van a serkenyoknál, hogy királynőjük van, tehát hogy női uralkodó, és meghalt az anyjuk, és nem egyikőjük szerezte meg a trón, tehát nem egyikőjük ölte meg, és így dúl a testvér harc, hogy kié legyen a homokszárny birodalom, és ebben mindegyik testvér szerez magának szövetségeseket, és ez egy hosszú idő óta tartó háború már, és mindenki unja, és senki nem akarja már, hogy így hújjanak a sárkányok feleslegesen egy testvérharc miatt, és ezért van egy bizonyos profécia, ami szerint 5 kis sárkány, akik a legvilágosabb éjszakán, mert ez így nagyon szarul hangzik most, ahogy fordítom, szóval a legvilágosabb éjszakán, a legfényesebb éjszakán fognak kikelni, és majd ők eldöntik, hogy hogy fog alakulni ez a háború, véget vetnek neki, és megválasztják a következő királynőt, és ezt az 5 kis serkenyt fogjuk mi követni az első 5 részen keresztül, mert az első 5 rész foglalja magába ezt a történetszálat, és utána elvileg tovább megyünk másfelé, azt még nem tudom. És az első könyvben, az első könyv az a The Dragonet Prophecy, amiben ezt az egész alapszituációt meglátjuk, bemutatják nekünk, és mindegyik könyvet más sárkány narrál, tehát az első könyvet azt Clay a Mad Sár Szárny. Ő egy sár szárny. Mudwing. Ő narrálja az első részt, itt bemutatják így a korai életüket, és hogy hogyan kerülünk abba a szituációba, hogy a kis sárkányok kikerülnek a nagyvilágba. A második rész a The Lost Air, az Tsunami a tengerszárny narrája, a harmadik rész az Glorynak a szemszögéből játszódik, a negyedik rész pedig Starflightnak a szemszögéből, és ugye most fogok az ötödik részre Sunnynak a
könyvére ugrani lassan, mire ez a videó kimegy, már valószínűleg elkezdtem, és vagy be is fejeztem azt a könyvet. Csodálatosan jó az az egész, tehát imádom az egészet. Ugye nyilván nem fogom most elszpoilerezni, mi történik az egyes kötetekben, de tényleg nagyon jó. Annyi, hogy ez gyakorlatilag middle grade könyv, de már az első részben elég brutális jelenetek vannak, eleve, hogy ezek a sárkányok gyilkos természetűek, és szeretik egymást megölni, aminek az a következménye, hogy Tweety Sutherland elég durván le tudja írni, hogy hogy néz ki egy-egy sárkány támadás, úgyhogy annyira kisgyerekeknek nem ajánlanám. Tehát még néha én is így pislogtam a könyv alatt, hogy ez azért durván volt leírva. Szóval igen. Gyerekkönyv, de erős idegzetű gyerekeknek kell egy-két jelenet. Hú, szóval a karaktereket imádom, a sztorit imádom, nagyon jó, nagyon tetszik, főleg a második utántól abszolút rákattantam, az első után még úgy ott ugye be kellett vezetni a sztorit, tehát ott kicsit döcögősebb volt, de utána abszolút magába szívott az egész, tehát fanatikus vagyok jelenleg, nem tudjátok elhinni mennyire. És a Spotify-omnak az évvégi wrap-upja az katasztrófa lesz emiatt, a sok-sok hangoskönyv miatt. És ugye én hangoskönyvben hallgattam őket, és a hangoskönyv valami zseniális. A Wings of Fire könyvek narrátora, aki a hangoskönyvet olvassa föl, az a nő zseniálisan csinálja a munkáját. Tehát ahhoz, hogy megértse az ember, hogy mi az egy zseniális hangoskönyv felolvasás, ahhoz szembe kell venni egyel. És ez tényleg az, főleg, hogy ez egy ilyen gyerekkönyvszerű sárkányokkal, és nagyon jól megcsinálja azt, hogy mindegyik sárkánynak más hangot hoz. De abszolút, tehát olyan hangok jönnek ki a nőből, hogy nem tudom néha elhinni, hogy ugyanaz az ember olvassa fel egy ilyen random másik mellékszereplő szálát, mint az egyik főszereplőjét, mert teljesen más hangszín jön ki. Teljesen más mélység, meg akcentust is szokott beletenni. Zseniális. Tényleg. Tehát én pont azt mondtam anyáiknak, hogy olyan, mintha elfordulnék a tévétől, ott megy a rajzfilm, hallod a hangokat, és tényleg olyan, mintha néznéd a mármint, hogy hallod a rajzfilmet, csak épp a kép nincs hozzá. Nagyon durván jó, és nagyon jól kihozza az egyes karaktereknek a személyiségét a hangjával. Tényleg. Tehát most jelen pillanatban itt abszolút őt magasztalom, hogy zseniális, és lehet, hogy az imádatomhoz nagyon sokat az is hozzátesz, ahogy ő felolvassa a hangos könyveket, mert nagyon-nagyon bejön a stílusa. És igen, Shannon McManus. Majd belinkelek egy lejátszási listát, ami Spotify-os, és rajta van az összes hangos könyv első fejezete, és ott nem tudtok menni az albumokra, hogyha szeretnétek hangos könyvben hallgatni sárkányos sztorit. Tényleg nagyon jó. Szóval akkor ez így a Barangolás Amerikában-nak a bevezetése. Lent hagyom a leírásban a kihívásnak is a linkjét, hogyha szeretnétek Mojon hozzá csatlakozni. Ugyanaz, mint a Barangolás Európában, 5 könyvet kell elolvasni 2 év alatt. 5 különböző országból, de ne USA országból. Tehát ne USA nemzetiségű, születésű legyen a szerző. Egyébként vannak olyan országok, ahonnan nehéz könyvet választani, úgyhogy ekte abból az országból származó szerző legyen, tehát én is találtam egy csomó olyat, ami mondjuk puertorikói a szerző, de amúgy már Amerikában él, tehát puertorikói és amerikai nemzetisége is van, és mind a két címke szerepel nála Mojon. Én úgy vagyok vele, hogy mivel elég, úgy ahogy néztem, nehéz szintiszta puertorikói csak ott élő és dolgozó szerzőt szerezni, találni, elfogadom, meg ide is el fogom fogadni. Például Tweety Sutherland is Venezuelában született, nagyon sok más helyen is lakott, de most azt hiszem jelenleg Amerikában élő is. Mármint az USA-ban. Ezt nagyon nehéz volt megfogalmazni, hogy azt mondjam, hogy az amerikai kontinensről olvashatunk most az. Tehát, hogy az amerikai kontinensről olvasunk könyveket, de ne amerikait. Azaz USA amerikait, tehát, hogy ezt így elég nehéz megfogalmazni. Hogy a kontinens neve is az, de az egyik országé is. Szóval ne az Amerikai Egyesült Államokból leszármazon a szerző, az lenne itt most a lényeg. Mert van ott nagyon sok másik ország is, és mint láthatjátok, Dél-Amerikában megtaláltam ezt a szipi-szupi, csodálatosan fantasztikus, imádom könyvsorozatot. És most a Wings of Fire pokolban vagyok, és imádom. Legjobb hely a világon, tényleg. Barangolás Amerikában elindult, mostantól igyekszek ide is tölteni videókat, mármint ehhez a témához.
De valószínűleg tartom, hogy az úgy fog kinézni, hogy először végighallgatom az összes Wings of Fire részt, és majd utána keresek másik amerikai szerzőt. Igen, de tudjátok, hogy a barangolás Európában is nehezen indult. Most már ahhoz is gyakrabban van videó, de szerintem itt is most azért lesznek bőven szünetek két amerikai szerző között. És tényleg, ha tudtok angolul, és olvastok angolul, és szeretitek angol könyveket, légy szíves! Wings of Fire kell nektek! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!